You know, I think with, even though he's not American, there's so many great foreign blues artists now, and Little G Weevil is one of the most authentic, and I think he plays blues better than a lot of Americans do. Gábor Szűcs, alias Little G Weevil, started his blues career at home in Hungary 15 years ago. Then he moved to the US in 2004, where he worked as a dishwasher for many years. This year, however, he won the world's greatest blues competition, the IBC. Seeing the way my life goes, was so fun. A bátyám basszus gitáros volt, és ő játszott egy rockzenekarban. Azt hiszem, hogy 16 éves volt, amikor hazajött egy ilyen Johnny Hooker lemezzel. Neki nem nagyon jött be, nekem meg nagyon. És tulajdonképpen nekem ott kezdődött minden. Mikor én ebbe belecsöppentem otthon Magyarországon 96-ban, akkor mindenhol blues fesztivál volt. Minden klubban blues volt. Én belevetettem magam ebbe az egészbe, és nagyon jól nézett ki minden. Lépcsőfokról lépcsőfokra az ember haladt, egyre jobb zenészekkel játszhattam, egyre jobb fesztiválokon játszhattam, de ez a blues őrület otthon nagyon lecsengett, és így szépen a dombtetőről kezdtünk lefelé menni. Nem, zenei színvonalban nagyon, nagyon fasza volt minden, szóval a legjobb blueszenészek tiszteltek meg azzal otthon, hogy velem játszottak, és baromi jó volt. Viszont fél év alatt volt, mit tudom, 5 zenekaros koncert, a heti, vagy a havi 15 helyet, érted? És úgy besokaltam, hogy nem azért kezdtem én el, mit tudom, 10 évvel ezelőtt ezerre gyakorolni, hogy aztán így érjen véget ez az egész történet, hogy hát most nincs meló. Úgyhogy akkor elhatároztam, hogy eljövök az Egyesült Államokba, keresek valami helyet déli államokban, ahol tudok tanulni zeneileg, meg tudom, jobban bele tudom magam ásni a kultúrába, és tovább tudom folytatni tulajdonképpen azt, amit annyira beleszerettem, hogy én nem akartam elmenni, nem akartam így abba hagyni, hogy hát akkor ennyi volt, elmegyek, nem tudom, a Tesco-ba, pultosnak, tudod, és akkor eljöttem ide. Megérkeztem 2004. szeptember 5-én éjjel 11 órakor Birmingham, Alabamába. Volt nálam egy gitár, egy bőrön, és ez $1,300. Így jutottam ki. Egy szállodában kezdtem el dolgozni, mint mosogató. Fél éven volt arra, hogy valamit kezdjek magammal, mert ugye ez 6 hónapos ez a munkavállalási engedély. Megérkeztem vasárnap, éjjel 11-kor, hétfőn reggel 8-kor kezdtem double shift. Második nap kedd, akkor is dupla műszak, de akkor én már kinézegettem otthon, hogy hol vannak ilyen blues klubok a városban. És ugye vannak ezek az open mic-ok, amik sajnos otthon nincsenek, de van egy élő zenekar, és föliratkozhatsz, játszhatsz. Megkértem valaki gitárt, és játszottam egy pár számot, tetszett neki. És a Magic City Blues Society-nak, ami a Birmingham-i Blues Egyesületnek, ott volt az elnöke. És az mondja, hát a kicsoda volt. És akkor elmondtam neki, hogy én egy blueszenész vagyok, azért jöttem ide, hogy blues szeretnék játszani. És az ő segítségük révén maradtam tulajdonképpen itt, mert státuszt tudtam váltani, művész vízumot tudtam igényelni, ők lettek a szponzoraim, tudod, ilyen bürokráciás hülyeség. És emlékszem, hogy 2005. februárjában olvastam egy ilyen újságot, és akkor abban írtak ilyen, hogy International Blues Challenge, Beale Street, Memphis, Tennessee, meg minden, és mondom, úristen, mondom, Beale Street, Memphis, Tennessee, mennyire vagyok, hát csak 4 óra autóval. És mondtam, hogy én menni akarok, de akkor még életem egyedül, tulajdonképpen még életemben nem játszottam. És akkor én fölmentem oda. Az volt az első alkalom, hogy én Memphisben lettem volna, és hát én a szólódó kategóriában próbáltam ott valamit csinálni, de hát annyira izgultam, hát most gondolhatod, hogy
megjelensz Memphisba a Beale Street-en, és így körülnézel, tudom, úristen, ez mi? Ez a Beale Street ugye, ez olyan, mint a New Orleans-i Bourbon Street, hogy végig klubok vannak. Mississippi-ből beérkezel Memphisbe, pont a B Street-re érkezel a 61-es úton. Azon a 61-es úton gyalogoltak föl a blues zenészek, hogy a B Street, jöjjenek a B Street-re játszani. Annak idején ez egy 100%-ig fekete negyed volt. Tulajdonképpen nekik ez egy mekka volt. Itt nem volt fehér ember egyáltalán annak idején. Betettek egy klubba, az a Tap Room volt. Én voltam aznap mondjuk az ötödik fellépő, és akkor hát a négy fellépő előttem olyan kurva jó volt, hogy amire én föl kezem, lábam remegett. Hát mindegy, megcsináltam a műsort. De hát nem jutottam be a középdöntőbe. Nem is csodálkozom, hát akkor még nem voltam én olyan szinten, de ez volt nekem az első memphisi élményem. És akkor ezután visszajöttem Birminghambe, vissza a hotelbe dolgozni. És megőrültem, mondom, én ezt nem bírom ki. Dolgoztam egy két hónapot, és akkor Birmingham vége, vettem egy részletre egy pár éves ilyen Chevy mikrobuszt, erősítő, bevágtam mindent a buszba, és tulajdonképpen a semmibe, tudod, azt sem tudtam, hogy akkor mi lesz. Felmond be, Memphisbe fel. És akkor mentem ugye klubról a klubra, amit mondjuk csináltál Magyarországon is, hogy bekopogsz, kezdi csokrom, két a koncertszervező, mit tudom én. Na, de hát a B-Street-en nem így működik, pláne magyar blueszenészek szerinted ki kíváncsi ott. Én ezt akkor nem tudom, tehát akkor hogy járkálok ugye jobbra-balra, sikertelenül, és akkor emlékszem, hogy a Blue City Caféban ülök, seafood gambómat, tudod, eszegetem. És akkor meghallok, egy csávó elmegy mellettem, és egy ilyen akcentus, nagyon ilyen európai akcentus. És akkor neki ilyen három mondatban elmondtam, hogy te figyelj, most jöttem ide pár napja, de mondom, már nagyon, nagyon fogy a pénz. Egy pozíció volt elérhető. Mosogató. Haha. Délután 4-től reggel 4-ig dolgoztam itt, szünet nélkül. Mert itt állandóan annyi akkora forgalom, hogy nincs ebédszünetre lehetőség. Itt ült a legendás Albert King minden este, szívta a pipáját, és itt várt mindig, amikor a fellépésre itt ült, vörösborozott és pipázott állandóan. Ez volt az ő törzsője, itt ült. Ugyanaz a helyen Jerry Lewis asztal törölgetett. Úgyhogy nem én vagyok az egyetlen, aki úgy kezdte. Mikor volt egy-két perc szünetem, akkor itt a hátsó ajtón át tudtam menni a bandboxba. A bandboxba játszottak a zenekarok. Az egyik fellépő észrevette, hogy mindig itt állok, nézegetem, hogy kötényben itt álltam, nézegetem őket, hogy játszanak. És azt mondja, hogy hát, tetszik, amit csinálom? Nem tetszik. Szereted a blues? Nem szeretem. És játszol? És mondom, játszom. És mondja, gyere fel. És úgy, ahogy voltam, kötényben följöttem, odaadta a gitáros a gitárját, játszottam velük egy számot. Tetszett a közönségnek, eljátszottam egy másik számot. És akkor lementem, és a menedzser félre hívott, és azt hittem, hogy kirúgnak, mert ugye elvileg ezt nem lehetett volna. És azt mondja a menedzser, hogy te figyelj ide, te akkor olyan blueszenész vagy akkor? Na igen, van zenekarod, meg minden? Van. Jó, akkor jövő hét hétfőn gyertek. És nem volt zenekarom természetesen, csak azt mondtam, hogy van. Mi megcsináltuk a koncertet ezzel a szedett-vedett bandával. És
elég forgalmat hoztunk be, úgyhogy azt mondta a srác, hogy jó, hát akkor kasza, gyertek jövő hétfőn. Az is jó lett, és ugye a harmadik hétfő után azt mondta, hogy jó, hát akkor szeretnél itt játszani? Szeretnék. Puff, egy éves szerződés. Tulajdonképpen így kezdődött ez az egész. Közben persze én a konyhán dolgoztam. Nagyon jól kell játszani ahhoz, hogy az embereket bentartsad, mert ugye van 100-2 lépésre van 20 másik hely, ahova el tudnak menni. Tehát, hogyha nem játszol elég jól, akkor az emberek elmennek, nincs forgalom. Ez egy nagyon, nagyon jó iskola volt. A show részét az ember nagyon megtanulja, mert kénytelen valami plusz csinálni ahhoz, hogy az embereket bentartsa. És itt minden koncert 4 órás. És az a lényeg, hogy minél közelebb kerülsz a hétvégéhez, mint fellépő, annál több pénzt kapsz, annál sikeresebb vagy nyilvánvalóan. Tehát hétfőn a leggyengébb napon kezdtem, egyre jobban mentek a bulik, úgyhogy utána azt mondták, hogy hétfőn jöjj, gyere kedden. Akkor játszottam hétfő kedden. Aztán összeismerkedtem egy Louisiana Mojo Queen nevezetű hölgyeménnyel, 300 kilós afroamerikai énekesnő. És tulajdonképpen így vele folytattam a tevékenykedést, és onnantól kezdve itt mindig teltház volt. Itt olyan őrült bulik voltak, hogy itt gyönyörű lányok táncoltak a színpadon, és nem egyszer, és nem hazudok, nem egyszer annyira extázisban voltak, hogy itt a pólójukat ledobták. Itt volt, hogy a menedzser jött, hogy fejezzük ezt be, a lányokat, de nem ismert, csak a közönségből följönnek, és itt félmeztelenül táncoltak, amit nyilvánvalóan nem lehet egy blues klubban. És pár hónap leforgás alatt tulajdonképpen a leggyengébb napról életem a weekend headliner, tehát pénteken, szombaton nyomtuk. Közben azért másokkal is elkezdtem játszani, és egy idő után már nem kellett mosogatni. Mojo Queen férje volt a dobosunk. És az egyik előadás alatt meghalt. Összeesett és meghalt. Előadás alatt meghalt. Összeesett és meghalt. Ez nagyon megviselt. Nem tudtam aludni hetekig. Pánikrohamok. Meg ilyesmit. Nem tudtam fellépni, nem tudtam pénzt keresni. Akkor úgy nekem úgy éreztem, akkor kész, akkor ez most így túl sok volt. Különben is ez lehet, hogy olyan könnyűnek hangzik, hogy ez most az egész hogy történt, de ez egy baromi nagy stressz. Tudod, hogy pénztelenség, válsz a papírjaidra, megjön, nem jön, megkapod, nem kapod. A művészvízumos hülyeség valami 8 hónapig húzódott, tudod. Szóval ilyen őrület, stressz az egész, és akkor egyszerűen úgy elegem lett. És akkor 2006 februárjában úgy gondoltam, hogy most akkor vége, akkor már megkaptam minden papíron megvolt, de a művészvízumot mindig évenként hosszabbítani kell, és akkor úgy gondoltam, hogy most nincs hosszabbítás, haza. After he moved back home, he played all over Hungary and Europe. Because of a love interest,
He lived in England for a couple of years. A few years later, he recorded his first solo album that was followed by a huge tour. This is how he made his return to the US. 2008-ban elkészítettem tulajdonképpen az első szólólemezemet, és nagyon jól sikerült a lemez. Ugye az ember ilyenkor elkezdi magát promotálni, és mint az Isten meghívtak Kanadába, és hívtak az Egyesült Államok vissza. De ezt úgy kell elképzelni, hogy közben nekem úgy hiányzott Memphis, hogy én a memphisi híreket néztem az interneten. És mit ad Isten, a turné egyik állomása 2008-ban hol volt? Bészléten. Hardrock Caféval szerveztek le. Hát gyerekek, sírtam, mikor megérkeztem. Az a fogadtatás, ami engem ott, két évig nem voltam ott, mindenki megismert egyből. Jöttek, és hogy úristen, de hiányzom, mit tenni. Ez egy olyan jó érzés volt, hogy magyar emberként, magyar blueszenészként végülis olyan nyomot hagytál emberekben, hogy két év után a nyakadba ugrik mindenki. I know this man from the ground up. Tell you, washing dishes, taking out trash together, working shit so he can go play some blues. G Weevil like this. I knew him all the way back. I'm proud of you, it's good. Landlord, landlord, I won't be back no more. During his tour in the United States, he fell in love with an American woman, his present wife. So he decided to move back to the U.S. However, not to Memphis, but rather to the girl's city, to Atlanta. 2011-ben azt gondoltam, hogy akkor kiadok még egy CD-t, és itt helyi atlantai zenészekkel megcsináltam egy CD-t. Egyszer csak kapom a telefont, hogy nézem meg a B.B. King Bluesville slágerlistát, második vagyok. És még ennek tetejében az angliai Mojo magazin, ami egy nagyon kultikus magazin, az első 10-be választotta az albumomat, mint hogy a Top 10 Best Blues Album of the Year. És ugye időközben ugye ez az International Blues Challenge, ahol én 2005-ben próbálkoztam Alabamában, ez minden évben van. És akkor beneveztem. És akkor felkerültem Memphisbe, és 17 országból volt 200 nem tudom hány act. Az volt az előnyöm ebben az egészben, hogy egyrészt 2005-ben már én voltam ott, nem izgulok már, mert azóta csomót játszottam, több száz, nem tudom, koncertet játszottam egyedül. Oda megyek úgy, mintha egy angol fesztiválra mennék játszani, és csinálom, amit én mindig is csinálom. Négy napos a verseny, két elődöntő, középdöntő, döntő. Végigjátszottam az összes klubot, ahol ez a verseny zajlódik, mert a verseny ott zajlódik a biztosi klubokban. És ez az egész úgy zajlik, hogy ez egy bar minden nap nagyon hosszú. Éjjel, nem tudom, egy órakor fejeződnek meg a versenyek, és akkor vársz, hogy akkor most tovább jutottál, vagy nem. Mikor bejutottam a döntőbe, azt tudom, hogy elsírtam valamit. Azt tudom, akkor már éjjel volt, nem tudom hány óra volt, mert én nem is számítottam rá, én azt hittem, hogy középdöntő kész. És tulajdonképpen már ilyen búcsú ünneplés félé tartottunk ott az egyik klubban, hogy hát nagyon jól éreztük magunkat, valószínűleg holnap megyünk haza. Döntő ugye a negyedik nap, de akkor már baromi fáradt voltam. El is fáradt a hangom, ugye négy nap, kevés alvás, koncentráció valamilyen szinten, hogy csak izgulsz. Bármilyen fáradt, hogy akkor is van 20 percet, odamész, puff, megcsinálod. Akkor ott már megnéztem, hogy mégis ki mit csinál. És hát meg kell mondjam, hogy én teljes esélytelenek nyugalmával holt fáradtan a legutolsó sorban, kabátban egy beburkolva, tulajdonképpen már így majdnem elaludtam, és akkor egyszer csak a Little G Weevil. Tehát én azt gondoltam, hogy esetleg második, tudod, és én úgy megyek föl, és tulajdonképpen ott állok, hogy akkor most mi van, és ott áll a kabátban, és ott fotóznak meg minden ott a szélén, és kérdeztem a srácokat, hogy mi van. Úgyhogy megnyertem, tudod, és annyit tudtam mondani, hogy micsoda. Úgyhogy megnyerted, menjél. És mondom, hogy
I fucking won, man. Tehát és ledobta, és akkor bementem, és akkor ott örjöngés, öröm. De nyilván ez nem esik le, tudod, hát ott, meg ott azért mégis viselkedni kell. Eltelt egy pár óra, mikor, hogy emlékszem, akkor már vacsoráztam, ott egész este kézrázogatás, minden, amikor tudod, hogy két krumplivágás között, tudod, hogy akkor, hogy lenyugszol, és akkor, hogy come on, bazd meg. Ennyit tudtam mondani. Ezzel az International Blues Challenge megnyerésével egy nagy lehetőséget kaptam, mert egy ilyen címmel az ember neve mellett több lehetőség nyílik ugye a karrier szempontból. Ez olyan, mint a szépségkirálynő választás, hogy minden évben van egy győztes. Tehát egy éved van arra, hogy ezzel a címmel te valamit keressél. Na, itt vagyunk Memphisben, ez a Blues Music Award, tehát blues zenei díjkiosztó gála. Az a megtiszteltetésért, hogy átadok három díjat. Please welcome 2013 International Blues Challenge winner, Little G Weevil. All right, ladies and gentlemen, what an honor and privilege to be here and asked to present the Blues Music Awards to some of my heroes tonight. You know, there's a long way from Hungary to the biggest night in blues music. First the Hofon stage and the IBC finals, and now the biggest stage of them all, the Blues Music Awards stage. What a year so far, everybody. How about that? Now, let's get down to business. Rádió Atlanta 89.3 FM. Somebody 2013 International Blues Challenge winner. None other than the man himself. It is truly a privilege and a pleasure. Little G Weevil, good morning to you, man. Good morning, Stagger Lee. How are you? I am well, brother. I am well, doing fantastic and so happy. You have recorded, basically, and yeah, mastered some new music. This is a 100% acoustic album. Okay. You know, beautiful. After winning the IBC in the solo duo category, you know, releasing a... I'm onto something here. You know, yeah, like releasing, you know, an acoustic album made a lot of sense. He sent me his CD out of the blue, and I get sent CDs and tapes and records all the time by people who want me to listen and either give an opinion or help them out in some way. But rarely do I hear one that's as fresh and different and original and exciting as G's was. This is hot, man. This Boogie is hot. Baby. Everything is just like, yeah. And like you said, it's you know, it's warm. We did this in an old school style. I wanted to capture the atmosphere and sound of the old field recordings, you know? Mm-hmm. All right, y'all, Little G Weevil, brand new music, and it's truly a privilege and a pleasure to share it. Sokan úgy gondolták, hogy most hülye gyerek, hát most miért mész ki, hát minden sarkon van egy ilyen zenész, és igazuk is volt, de én azért jöttem ki, hogy zeneileg is fejlődjek, és valahogy próbáltam azt úgy felfogni, hogy én egy olyan csávó vagyok, aki vidéken, mit tudom, Mississippiben él 1905-ben, és csak azt hallja, ami körülötte van. Mivel csak azt hallod, a te stílusod olyanná formálódik, amit te magad körül hallasz. És azért ilyen baromi tradicionális marad.
egy év telt el, amikor észrevehetően, hallhatóan változni kezdett a gitárstílusom. Elkezdtem saját számokat írni, bla bla bla. Ezek az itteni hatások, amik élnek. Otthon soha nem írtam egyetlen egy számot sem. This little 21st century folk tune for y'all. After the tune, I'm going to ask what the tune was about. If you can tell me what the tune was about your beer and stuff like that, or a shot, I don't care. All right. Írtam egy számot Lance Armstrongról, ami tipikusan egy ilyen, olyan számra emlékeztetett, mint régen írtak a ilyen karakterekről régen, hogy John Henry, meg Casey Jones. Egy népballada tulajdonképpen. Tehát olyan, mint hogyha nálunk otthon Kossuth Lajosról énekelt volna valaki. Most ezt nem nagyon csinálják már a 21. században, mert annyira gyorsan jönnek-mennek az információk. És amikor írtam a számot, akkor jött ez a Lance Armstrong gyerek, akkor jött elő, és mondta el a világnak, hogy na, most akkor hivatalosan, és hogy én tulajdonképpen én már 10 éve hazudozom össze-vissza. És azt gondolod, hogy ez annyira jó sztori, mert ez egy jó sztori, tudod, az emberről írsz, tudod, hogy tulajdonképpen meg erről az egész legendáról. Pozitív vagy negatív, tehát így tök mindegy. Na, ez a blues. Ezt próbálom én csinálni. Kiadom hívott fel, és ugráltam jobbra-balra, érted, vagy egy órát, mire felfogtam, hogy tulajdonképpen nekem most van ez a cím a nevem mellett. Bluesban ez a legmagasabb kitüntetés ebben a világon. Ez olyan, mint az Oscar díj a filmben, ott a filmeket díjazzák. Most képzeld el, hogy most hány százezer blueszenész van a világon, érted, és az én kategóriámban van 5 jelölt, érted. Ezt nem veheti el senki, tudod, hogy egy blueszenei jelölt vagyok, tudod, az fasza. Ezzel már a sírba mosolyogva megyek, tudod.